Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Január 22-én tartotta idei díjátadó ünnepségét a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA. És ugye ezen az ünnepségen általában mindig átadják a Magyar Kultúra Napja alkalmából azt a kitüntetést, amelyet 2004-ben a megalapítás óta a Szövetség Szakmai Bizottságának javaslatai alapján ítélnek oda. Ebben az esztendőben KÓTA díjat vehetett át Szarka Andrea. Tisztelettel köszöntelek. Örülök, szerusz, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Aki tanár, zongora kísérő, a Primavera Kórus és a Teleki Blanka Gimnázium karainak zongora kísérője és a Primavera Kórus mentora, ha úgy tetszik, hiszen nagyon sokat köszönhetünk, és köszönhet a kórus természetesen a te munkádnak. Nos, hát erről fogunk beszélgetni, de hát nyilván ahhoz el is kell jutnunk a KÓTA díjig. És én hoztam egy Kodály Zoltán idézetet, ami azt hiszem rávilágít arra, hogy ebben a felgyorsult világban milyen óriási szükségünk van a zenére. Ő így fogalmaz, hogy aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír és az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza. No, tehát ahogy ígértem, először is el kellene indulnunk azon az úton, amely elvezetett a KÓTA díjig. A pályaválasztással kell először is kezdenünk, hiszen fontos, hogy ki mikor találkozik a dallal, a zenével, és ki volt az, aki megszerettette a muzsikát veled. Nagyon szerencsés kisgyerek voltam, és hát így szerencsés felnőtté is válhattam, mert egy dalos családba születtem. Édesanyám tanító nőként csodás énekhanggal is rendelkezett, rendkívüli szép szopránja volt. Édesapám pedig a civil foglalkozása mellett kántor volt azokban az években, sőt évtizedekben, amelyekben ez nem is vetett túl jó fényt a családunkra. Így aztán a mindennapjainkat átszőtte a muzsika. Természetes volt, hogy van otthon pianinó, ami akkor igen nagy kincsnek számított, hiszen nehéz volt hozzájutni, és hát az anyagi helyzetünk sem volt túlságosan rózsás. De ez a boldog gyermekkor zenével számunkra természetes volt. Egy bátyám van, a Laci bátyám, akivel nagyon jó testvérek voltunk és vagyunk, és mindkettőnk számára ez egy olyan kincs, ez a zenei környezet, ami meghatározza az egész életünket. Gyermekfővel milyen álmaid voltak? Hivatásválasztásra gondolok. Tehát a zene az ugye alapvetés volt a családodban, de ezen túl? Én nagyon figyelmes, odaadó kislány voltam, mindenütt kényelmes gyerek voltam a pedagógusaim meg és a környezetem számára, mert nagyon nagy bizalmat kaptam a családban és a közvetlen környezetemben, és ezt vettem át, és én is nagyon bízhattam mindig a felnőttekben, és ez az odaadó bizalom, azt hiszem, hogy nagyon lényeges volt abból a szempontból, hogy minden, amit kaphattam a hozzám forduló felnőttektől, az számomra ajándék volt, és nem kellett megkérdőjeleznem. Nem is volt ok rá, meg én bennem sem adódtak ilyenek. Így aztán bármilyen területen, ahol éppen tartottam a gyermekkoromban, a fejlődés során, mindig éppen az akartam lenni, amivel éppen találkoztam. Tehát óvónő, tanítónéni, nyilván ezek a foglalkozások, amik közel kerülnek az emberhez gyerekként, és tartósan jelen vannak a második otthonában, az oviban, aztán az iskolában. Miként jutottál el a hivatásválasztásig ennek tükrében? Meghatározó volt a sok-sok éves zeneiskolai lét, sok örömmel, gyakorlása, sikerekkel, és a kiváló tanáraim. A
nagy dilemma volt már 8. osztályosként, hogy zene legyen a továbbiakban az út, vagy természettudomány. Még a sport is felvetődött. Mozgékony kislány voltam, és elég ügyes. És ez a három volt, ami adódott. Aztán végül is a matematika és a fizika mellett kötöttem ki. Ebben talán annak is, nem is talán, biztosan komoly szerepe volt, hogy a testvérem is nagyon vonzódott ezekhez a tantárgyakhoz, tudományterületekhez, tehetséges volt benne, és én sem voltam béna, így kötöttünk ki mindketten az akkori József Attila Gimnázium fizika tagozatán, ami aztán a továbbiakra meghatározó volt. Tehát egyenes utad volt az egyetemre. Igen. És a pedagógus szakra. Tehát a pedagógia, illetve a zene, ettől függetlenül a zenétől nem távolodtál el soha. Igen. De milyenek voltak az egyetemi éveid? Hát éppen az egyetemi években egy kicsit nélkülözni kellett a zenét. Annyira sok órájuk van a TTK-soknak, ez mai napig így van, hogy nehéz lett volna megoldani, csak hébe-hóba lehetett zenéhez nyúlni. Az egyetemi évek számomra egy óriási kalandot jelentettek, bár az én egyéniségem olyan, hogy rosszul viseltem a kollégiumi létezést, de magát az egyetemi hallgatói létezés az számomra egy lubickoló kellemes állapot volt. Sok örömmel és remek tanárokkal, professzorokkal. És hát ott ismerkedtem meg az én kedvesemmel. Vecsernyi és Géza a férjem. Én már, hát, 37. esztendeje. Ő is matematika-fizika szakos tanár, a Telekiben tanított ő is. Így aztán összekötöttük az életünket, és azt hiszem, hogy én vagyok a világon a legnagyobb mázlista. Örömmel hallom. Mi fogadott a diplomaosztó után? Határozott elképzeléseid voltak, hogy hazatérsz, mármint Székesfehérvárra? Igen, igen. Én el sem tudtam volna képzelni máshol az életemet, így aztán elraboltam Tolnából az én Gézámat. Ő a Sárgőz szívéből, Decsről származik, és hát mivel nem olyan nagy a távolság, ezért ez nem okozott olyan nagy problémát a mi életünkben. A család is egy nagyon összetartó, jó család volt mindkettőnk részéről. A konkrét terveink a székesfehérvári elhelyezkedés volt. Egy kicsit az első években másképp alakult, mint ahogy terveztük, mert akkoriban egy másik házaspár is végzett matematika-fizika szakon, és 4 hely nem volt Székesfehérváron. Én Móron kezdtem, a Percel Mór szakközépiskolai szakmunkás képző intézetben. Nagyon izgalmas, szép tapasztalat volt számomra. Mikor érkeztél meg otthonról, mert nyilván otthonra találtál Móron is, találtatok Móron is, otthonról hazajöttél végül is Fehérvárra. Igen, hát 1 évet tanítottam ott, és 4 nagyon szép esztendőt tölthettem a Jáki József Műszaki Szakközépiskolában. Mondhatom, hogy pályakezdőként ott is egy igazán kellemes szerető közegre találtam. Nagyon sokat segítettek az akkori kollégáim, és igazán ölelő szeretettel vettek körül. Azután születtek a kislányaink. No, a Jáki után jött akkor már a Teleki. Igen. És ahol most is ott vagy, matematika tanárként. Mikor tértél vissza a zenéhez? Hiszen ez azért fajsúlyos kérdés, hiszen aki a zenében, a zenéért nő fel, annak nyilván hiányzik, és nem csak úgy, hogy otthon adott esetben játszik. Mikor jött el az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy most már ki kell egészítened a mindennapjaidat a zenével? Valóban csak az egyetemi évek alatt voltam egy kicsit inaktív, hiszen a templomi muzsikálás, orgonálás, miséken, esküvőkön az addig is alkalmanként benne volt a tevékenységemben, és már az első néhány tanári esztendőmben is
volt, aki megkeresett, hogy kísérjem a kórusát. Az a nagy kaland, ami a Telekiben következett, az valóban a gyes után 1994-ben kezdődött. Úgy hozta az élet, hogy egyidősek a legkisebb gyermekeink, a Uthági fia és az én kisebbik lányom. Így aztán az otthon töltött babázós évek után egyszerre kerültünk a Telekibe. Ugye a Teleki mindig is híres volt a kórusaival, Somorjai tanár úrtól, és utána Autági, azt hiszem, hogy fantasztikus sikereket ér el, valamennyi kórus, tehát nem soroljuk fel, mert nagyon-nagyon sok olyan kórus van, akik az elmúlt esztendőkben az Éneklő Ifjúság hangversenyeken, az Évkórusa címet is elnyertétek, a diáknapokon, a szólóének kamarakórus kategóriás, a Keszthelyi Helikon Fesztivál, a Kodály Zoltán kórusverseny, nem sorolom, mert nagyon-nagyon sok siker volt. Hogy kezdtél neki a munkának? Hiszen nyilvánvaló, hogy a zongora kísérőre rendkívül nagy szükség van a kórus muzsikában. Voltak-e olyan szerzők, illetve volt-e olyan karnagy, akivel... egymásra találtatok már, mint hát Autágival nyilván így történt, de voltak-e az elején nehézségek, vagy mindent ment a maga útján szépen sorban? Érdekes a kérdés. Erre én sosem gondoltam, hogy nehézség adódott, különösen a zenében, de másban sem. Mindig az előttem álló feladatra koncentráltam. Azt hiszem, hogy a tőlem telhető legjobban felkészültem a feladatokra, és nagyon nagy örömmel töltötte, hogy bizalmat kapok. Ez leginkább megtisztelőnek éreztem, hogy ha valaki rám bízott egy feladatot, és valóban a legszorosabb kötelék és a leghosszabban tartó együttműködés, ami egy igazi csoda számunkra az Ágival. Kérdeztem azért, mert hogy ugye áldott emlékű Csukás István írta le annak idején, hogy a zene költői állapot, ugyanakkor a zene nagy fegyelem is. Szerkezet, összhang, amitől ha eltérünk, összeomlik. Egyszerre kinyit, a hisztériáig felhevít, ugyanakkor fegyelmez. Ezt mind-mind meg kellett, hogy tapasztald. Így van. Már kis zeneiskolai növendékként is Lengyel Viktorné, Klári néni, az én csodálatos zongoratanárom, és azt megelőzően a kezdő években Peresztegi Nagy Istvánné, Ági néni, arra tanítottak, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy tudatosan is kell fordulni és előadni a zenét, és ha ez megvan, a technikát, amennyire képesek vagyunk, már megcsiszoltuk, a darabot megtanultuk, akkor, és most Hellenbach Dénes bácsi szavait idézem, akkor szabad elereszteni a kutyákat, akkor szabad belefeküdni az érzelmekbe, és abba a világba, amitől a zongoradarab már mű lesz. És ezek a mindennapi jó tanácsok már felnőtt zongorakísérőként mindig ott voltak előttem. És ezek időhiánnyal küszködve családanyaként, tanárként, lótásfutásban láttam el én ezeket a feladatokat. Biciklivel szágoldoztam akkor is egyik erről a másikra, de valahogy amikor megérkeztem arra a helyszínre, ahol éppen dolgom volt a zenével, ott megállt az idő, és megszületett azokkal az emberekkel, gyerekekkel egy kisebb fajta csoda minnyájunk számára. Tehát ez meghatározza a próba folyamatot is, igen, gondolom. Ugyanakkor meghatározza a kórusvezető személyisége is. Ugye említetted, hogy ti egymásra találtatok Autágival, hát ez nyilvánvaló, hogy sikere nélkül nem is létezhet, ha az a két ember, akin nagyon-nagyon sok minden múlik, gondolok itt a karnagyra és a zongora kísérőre, nincs egymásra hangolva. Fontos ez, hogy a gyerekek is lássák, hogy együtt egymásért teszitek, amit tesztek? Igen. Egyrészt a közös cél, a közös szándék az ebben azokat is átsegíti, akik esetleg kevésbé ismerik egymást. Én emberi szempontból is rengeteget tanultam Ágitól, olyan példaképem, amilyen nincs is másik a világon számomra, és
és azok az értékek, amik tőle belém is átszivároghattak, azok biztosan nagyon sokat jelentettek a közös munkában. Emellett hasonlóképpen egymásra hangolódtunk Horányi Otíliával, a Primavera kórus karnagyával is. Nagyon sokat kaptam tőle én is, és mindenki, aki a keze alá énekelt évtizedek során. És azt hiszem, hogy én még többet kaphattam azáltal, hogy amikor éppen zongora kíséret adódott, vagy orgona kíséret, akkor minden idegszálammal, lelkemmel csüngtem rajta. És azt hiszem, mert nekem nincsenek is megfelelő szavaim, hogy ez milyen érdekes alkotó állapot. Igen, ez csoda pillanat lehetett Oti nénivel is találkozni. Még a műsor előtt beszéltünk róla, hogy én középiskolában két gimnáziumban is jártam, a Telekibe és a Vasváriba, Somorjai Feri bácsi és Oti néni, akkor még ugye volt rendes énekóra, ha úgy tetszik, voltak az én pedagógusaim. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sokat tanultunk tőle. És pontosan így aztán megérkeztünk a Primavera kórushoz. Honnét eredeztethető ez a kapcsolat a Primavera kórussal, hiszen ott ez egyfajta közösségi szolgálat számodra, hiszen több vagy, mint zongora kísérő, mentorként, menedzserként is segíted a kórust. Még a Jákis tanár, tanárnéni koromban volt két kollégám, akik énekeltek a Primaverában. Én úgy néztem fel rájuk is, és a többi kórustagra, hogy el sem tudtam képzelni, hogy én beférhetek egy ilyen csapatba. Ők hívtak el a kórusba, 88-ban. És ott ragadtam természetesen, és a legnagyobb meglepetésemre elég voltam ebben a csapatban, zenei felkészültségben és énekhangban. Nagyon boldoggá tett, hogy ez megadatik. Ez a sok évtizedes együttmunkálkodás. Meg annyi siker kísérte, tehát igen. A telekis kórusokat, a Primaverát nem különben. Csak a Primavera már felnőtt, tehát olyan énekesek csapata, akik már bizonyítottak, és nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben más szint, tehát itt most nem a jó és a rosszról beszélek, hanem egy más szint, hiszen Székesfehérváron ugye rendkívül népszerű a kórusmuzsika, köszönhetően a számtalan kórusnak. A Telekinát, a Vasvári, az Alba Régia, a Vox Mirabilis és így tovább. De én azt gondolom, hogy a Primavera még ebben a csapatban is egy különleges minőséget képvisel. Hogy lehetett egésznek lenni, hiszen a pedagógus hivatásod is egy teljes embert kíván, és a későbbiekben a telekis kórusok, illetve a Primavera kórusban végzett munka nem különben. Hát a kulcs szó a harmónia talán. Számomra azért is, mert én úgy látom, hogy ugyanazok a szervező elvek testesülnek meg Bach fúgáiban, mint amik mondjuk a csillagászatban, az égi mechanikában. Tehát én csillagászként és fizikatanárként, ahogyan a világnak a működési elveit kíváncsian lestem, kutattam, kerestem, tanítottam is, ugyanúgy egy megfejtésre váró titok az a zenei szövet, amit a legnagyobb mesterek muzsikájában élvezhetünk és kereshetjük azokat a válaszokat, amiket a mai kérdésekre azt szerettem volna kifejezni, hogy a kérdéseink, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, kik vagyunk mi emberek, ezek a kincsek adják a legjobb válaszokat. Akkor is, ha nem teljesen értjük az adott pillanatban, valahogy mégis úgy érezzük, hogy közel kerülünk egy kicsit ezekhez a csodákhoz. És egy megnyugvást is jelentenek, hogy nem baj, ha nem értünk valamit, de hihetjük és hisszük azt, hogy ennek van értelme,
ajándék a szépsége, és ajándék az is, hogy a teljes megértés nélkül örvendezhetünk. Mondhatjuk, hogy ez egy teljes életút gondoskodó szeretettel megfogalmazott hozadéka, amit most itt mondtál? Nem tudom. Kicsi vagyok én ahhoz, hogy én ilyen nagy bölcsességeket így elgondoljak. Jó, akkor induljunk el egy kicsit a matematika irányába, hiszen nemrégiben olvastam, hogy a Kockakobak országos matematika versenyen is egy diákod sikert ér el. Ez megerősítést jelent, hogy pedagógusként, matematika tanárként is ott vagy azok között, akik nagyon sokat tesznek a diákjaikért? Jó érzés, amikor találkozom a volt tanítványokkal, és menet közben is nagyon, nagyon megnyugtató volt, hogyha pozitív visszajelzést kaptam, akár szakmailag, akár emberileg. Én azt hiszem, hogy elég közel engedtem magamhoz lelkileg a diákjaimat és az ő családjukat. Fiatalok között létezni évtizedeken át, az már azért is egy nagy csoda, mert nem engedik az embert elfáradni. Nem lehet megöregedni mellettük, közöttük. És hát ezek a szakmai sikerek, amik hát itt-ott nyomon követhetők, vagy tetten érhetők, ezek úgymond csak ilyen kis nyomok. Az ő életükben nagyon nagy dolgok. Számomra az a mindennapi közös munka, az volt a nagy dolog. Hiszen nem minden gyermek ér el versenyeredményeket. Bilányos. Mégis eljutni minden egyes tanórán egyik pontból egy másik állapotra, hogy legyen egy íve az ő eltöltött 45 percének egy tanév során, annak a 10 hónapnak, 11 hónapnak, és látni, hogy sikerült hozzátenni valamit az ő lelki-szellemi, akár testi fejlődéséhez, az nyilván megelégedettséggel tölt el. Jogosan teszem hozzá. Tehát kerek a világ, a család, a gyermekek, a férjed, lelked jobbik fele, a hivatásod, a kórusmuzsika két helyen is, úgyhogy ez így egységes és kerek. Igen, én egy kicsit nyughatatlan természetű vagyok, mindig többet akarok, de a nap csak 24 órából áll, bár már tárgyalok Mézga Aladárral, hogy az idő kibővítőjét adja el nekem. Kerek, és úgy kerek, hogy az, hogy ez mind megtörténhet velem és azokkal, akiket szeretek, azért én minden nap hálás vagyok, minden nap jól ébredek, és minden este hálával fekszem le. A Jóisten nagyon szépen elrendezi azokat a dolgokat, amik körülvesznek, és azt kívánom, hogy mindenkinek legalább fele annyi jó és szép jusson életében, mint amennyi nekem jutott eddig is. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és még egyszer mindannyiunk nevében gratulálunk az elismeréshez, és további jó munkát kívánunk természetesen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Szarka Andrea volt, a idei kótadíjas matematika tanár, a Teleki Blanka Gimnázium pedagógusa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!